Jó estét kívánok, ez az Aktuális. Közeledik a Magyar Kultúra napja, ebből az alkalomból pedig számos programmal készülnek Békés Csabán, hogy pontosan miről, arról Varga Tamás alpolgármestert kérdezzük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért fontos az Békés Csaba, illetve a városi intézmények számára, hogy ne csak egy napon, hanem egy egész héten keresztül ünnepeljék a magyar kultúrát? Önmagában egy jeles nap, legyen az egy születésnap, az fontos azért, hogy az adott személyről vagy eseményről kiemelten emlékezzünk, egy picit nagyobb fókuszt kapjon az adott illető, vagy jelen esetben a himnusz születése, a Magyar Kultúra napja, január 22-én. Lassan több évtizedes hagyomány lehet azt mondani, hogy Békés Csabán ez nem csak erre az egy napra fókuszál, koncentrálódik, hanem előtte, utána két-három napot összefűzve egy egész hetes programsorozattá alakul a kultúránk, a himnusz megszületésének ünneplése. Ez most ebben az évben hét napot, egy hetet jelent, január 17-től egészen január 26-áig, tehát egy egészen hosszú tíznapos programsorozatról beszélünk. Az időszakban, ebben az időszakban 20 esemény, 20 különféle színvonalas program várja az érdeklődőket, és valamennyi intézményünk csatlakozik a szervezői körhöz. Ez is természetes, ez is hagyomány, de én azt gondolom, hogy egy komoly érték. Figyelem más hasonló lélekszámú települések, megyei jogú városok szokásait, ott is természetesen a kultúra napján kívül több eseményt szerveznek, de ilyen széleskörű összefogással, ilyen gazdag programkínálattal azt gondolom, hogy országosan is jó helyen állunk. Tudná ezek közül, a programok közül felsorolni néhányat? Megpróbálom, hiszen a tegnapi napon már elindult a események sora Mezőmegyeren, az Arany János Művelődési Házban László Henriett festőművész kiállításával, és a mai napon ez folytatódik a múzeumban, a Munkácsy Mihály Múzeum padlásáról és az új szerzeményekből összeállított kiállítást mutat be a szakma. Tulajdonképpen egy olyan tárlatot, ami a novumokon túl olyan érdekességeket is a látogató elé tár, ami meglepetést okoz, és azért nyilván informál, tanít. Tényleg egy nagyon, nagyon egyedi tárlatot tekinthetnek majd meg a mai naptól a látogatók. És ezzel egy időben, hiszen azért olyan szempontból nagyváros vagyunk, hogy párhuzamosan is történhetnek események, hiszen azért a választás lehetőségét meg kell adni a kultúrára nyitott, fogékony látogatóknak, érdeklődőknek. Ezzel egy időben dr. Pap István nyugalmazott közművelődési szakember, intézményvezető, közéleti teaház keretében lesz megismerhető, még azok számára, akik esetleg nem ismerik, vagy olyan érdekességeket, információkat tudnak meg róla, a szakmaiságáról, a világlátásáról, amiket még nem tudtak, ezt a Lencsési Közösségi Ház szervezi, érdemes lesz kilátogatni. És a pénteki napon, január 19-én a Jaminai Közösségi Ház várja a látogatókat, ott pedig Megyeri Horváth Gábor festőművész tanár mutatja be legújabb alkotásait. Biztos vagyok benne, hogy egy magas színvonalú tárlatot tekinthetnek meg a Jaminai Közösségi Házba lépők, ahogy a Márvány Fotóműhely éves válogatása is nagyon színvonalasnak ígérkezik. Ez szintén a Lencsési Közösségi Házban, tehát szintén egy település részi közösségi szintérben lesz látogatható pénteken 19-én 5 órától. Sorolom tovább, nagyon sok programot említettünk. A 20-ai, 21-ei hétvégéből inkább akkor kiemelném a vasárnap délutáni közösségi gálát a Csabanyógye Kulturális Központban, amely szintén most már hagyomány, hogy a Kulturális Központ a közösségeikben aktív, kiemelkedő tevékenységet végző tagokat, eredményét, sikerét elismeri egy díjjal, egy saját maguk által alapított és döntésük által átadásra kerülő díja, és természetesen közreműködik egy Jászai díjas érdemes művész, Gregor Bernadett is ezen a gála este. És akkor elérkezünk január 22-éhez, magához, a Magyar Kultúra napjához,
amelynek az egyik kiemelkedő eseménye, vagy talán a legkiemelkedőbb maga az ünnepi központi gála műsor a Békés Csabai Jókai Színházban 18 órától. Ekkor kerül sor a Békés Csaba kultúrájáért kitüntetés átadására. Ugye az egyik, ez már ismert, az egyik kitüntetésben részesülő Perlaki Attila karnagy, a Bartók Béla vegyes kar kórusvezetője, a másik pedig Fekete Péter, a színház egykori igazgatója, akiknek köszönhetően tulajdonképpen a műsor is adja magát, hiszen a Bartók kórus dalösszeállítása, valamint a színház által szerkesztett egyedi műsorrész fogja magát a program gerincét adni, de Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelenléte is emeli majd az esemény fényét, ő köszöntőt fog tartani, részt vesz az eseményen, a díjátadásban, és bízunk benne, hogy méltón tudunk emlékezni a jeles évfordulóra, a jeles eseményre. Ez térítésmentes, belépődíjmentes műsor, rendezvény. A Jókai Színház jegyirodájában lehet regisztrációs jegyet. Ugye azért azt folyamatosan látni kell, hogy miként töltődik fel, hány szabad férőhely van még, ezért ez a regisztrációs jegy eljárást kérjük az érdeklődőktől, hogy a jegypénztárban tegyék meg. És még ezen a napon egyébként a gála műsor előtt egy órával megnyílik a Békés Tájú Művészeti Társaság szintén hagyományos kultúra napjához kapcsolódó tárlata, amikor a művészek a általuk legjobbnak vélt alkotásokat állítják ki, és ebből szerintem egy nagyon gazdag és magas színvonalú tárlatot láthatunk majd, de a Lencsési Könyvtárban, a Bábszínházban is lesznek programok, ahogy 23-án kedden a könyvtárban a Szent Györgyi Albert Technikum diákjainak alkotásaiból könyvet a könyvtárba, saját kötésű, készítésű könyveket mutatnak majd be. És január 24-én szerdán irodalmi előadás várja az érdeklődőket délután a Jaminai Közösségi Házban. Csütörtökön kiemelném a Meseház 35 éves születésnapját, ugye tavaly Séner Mihály születésének 100. évfordulóját ünnepeltük, idén maga a Meseház válik 35 évessé, ezt egy jazz koncert keretében is külön megünnepli az intézmény. Szabros Péter polgármester úr köszönti a jelenlévőket, illetve egy picit gondolom én a 35 éves jubileumra is kitér majd köszöntőjében. És január 26-án pénteken zárul ez a hosszú felsorolás, ez a gazdag programkavalkád. Egyrészt a könyvtár előadó termében a temető kultúráról lesz egy tanácskozás, a Békés Csabai temetőinkről, helytörténeti jelentőségükről, és szintén a könyvtárban egy író-olvasó találkozóra nyílik lehetőség László Boglárkával. Úgyhogy így nagy vonalakban, néha sok lépésben, de megpróbáltam úgy áttekintően bemutatni a programokat. Igen, akkor, amikor megszervezték a programokat, volt-e valami rendező elv, vagy valami központi gondolat, ami köré szervezték ezeket a programokat? Ugye az előbb említette, hogy a Meseház 35 éves idén. Mindig vannak olyan apropók, amikhez lehet nyúlni, úgymond. Egyrészt maga a magyar kultúra, tehát a nemzeti kultúra egy vezető elv, hiszen ennek a ünnepkörét szervezzük, bonyolítjuk le. Másrészt pedig minden közösség, minden intézmény igyekszik ilyenkor megmutatni azt az értékét, ami kifejezetten kiemelésre méltó. Ez látszik akár a kiállításokból, akár azokból az eseményekből, amik egy picit a hétköznapokból kiemelkednek. Azok, akiknek esetleg sikerült felkelteni az érdeklődését most az utóbbi pár percben, hol tudnak informálódni a programokról bővebben? Hát biztos, hogy azután, hogy én nagyon gyorsan végig soroltam, érdemes lesz még utána nézni, hogy mit, hol lehet elérni, mikor. Ezt egyrészt a Békés Csabai közösség, Békés Csaba város közösségi oldalán, az intézményi közösségi oldalakon és honlapokon lehet megtekinteni. Egyben is, és külön-külön eseményekre bontva is, úgyhogy egy picit nyilván keresgélni kell, de aki keres, talál, és ebből a választékból szerintem lehet több olyan elemet találni, több olyan eseményt, ami biztos, hogy maradandó élményt fog nyújtani. Köszönjük szépen, hogy itt volt ma este velünk. Köszönöm a lehetőséget.
Ez volt az aktuális híreinket és korábbi műsorainkat. Megtalálhatják a behir.hu hírportálon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!